Sziasztok, itt újra ezt után. Újabb kihívás videót találtam ki. Mi ez már biztos... Most már tényleg kamerát fogok használni? Mert már régen nem használtam. De a következőt találtam ki. Már csináltam műzlisféle kihívást. Egy kis, de most egy kis módosítást találtam ki. Méghozzá a következő módon. Így. Most végig... Megint sállat fogok itt használni. Miért? Mert most bekötöm a szemem ezzel. És nézzétek, hogy csukott szemmel fogok enni. Így csukott szemmel. Egy kis távolságot kéne csinálni megfelelő. Megnézem, hogy a távolság mennyire megfelelő. Ez most ilyenfajta műzli lesz. Egy ilyenfajta műzlit vettem. És ilyet életemben nem ettem. Tehát most úgy először fogom ezt kóstolni. Ez egy fajos gabonafény, vagy soha nem ettem még életemben. Tehát nem tudom, milyen íze van. Úgyhogy, ha nézzétek, mindig ott megkötöm a szemem. De annyira kéne, hogy a szájam látható legyen. És most nem látok semmit, tehát most ennem kell annélkül, hogy látok bármit is. Itt titeket sem látlak. Úgyhogy... Hát és is hozzá, azt sem tudom, hogy mennyi lesz ott a lányérban. De azon a fajos lett.
Azt hiszem, ide megettem. Na, nézzük, hogy mindenre... Hogy megvolt-e mind. Igen, sikerült. Egy sem maradt a tálamon. Nem láthattam, hogy van-e benne még gabonapehely. Úgyhogy ez volt a gépvásban is, hogy egy gabonapehely sem maradjon ott. Jó van, ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomatok egy lájkot. És ha van tetetek, mivel csináljak még szemküldő kívást, írjátok meg kommentben. Jó, ez volt a második szemküldő kívásom, benne gabonafehely, csukott szemmel lettem. Szevasztok!